Átvette megbízó levelét Kovács Sándor, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a már korábban megkezdett munkát folytatni kívánja, és tervei között szerepel egy egyedülálló, a foglalkoztatást elősegítő szatmári modell kialakítása. Bizakodó ökotermesztők, egyre elterjedtebb a biogazdálkodás, ennek oka, hogy az igény is megnőtt rá az elmúlt években. Rendvédelmi nap. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tájékoztatókkal és látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. Átadták Kovács Sándornak a megbízó levelét Máté Szalkán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Fidesz-KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös számú választókerületben a szavazók 58,5%-ának a támogatásával szerzett képviselői mandátumot az április 8-ai országgyűlési választáson. Kovács Sándor az ünnepségen elmondta, a célja a már korábban megkezdett munka folytatása, és tervei között szerepel egy egyedülálló, a foglalkoztatást elősegítő szatmári modell kialakítása. Azt gondolom, hogy az elmúlt talán 3-5 hónap kibetűjén a pöttya befejezése, a méltó befejezése annak a munkának, ami jelen megbízó levél átvételével megvalósult. Így köszönte meg munkatársai és a választóbizottság tagjainak a munkáját Kovács Sándor megbízó levelének átvételekor. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös számú választókerületében a Fidesz-KDNP jelöltje nyert meg az április 8-ai országgyűlési választást. A választókerületben 65%-os volt a részvételi arány, Kovács Sándor a szavazatok 58,55%-át szerezte meg, megelőzve a jobbikos jelöltet, Apáthy Istvánt, aki a voksok 32,9%-át kapta. Egyszerre büszke vagyok, hazudnék, ha nem lenne bennem az a fajta emberi gyarlóság, hogy ilyen siker után büszke legyek magamra, büszke legyek arra a csapatra, aki segített ebbe, és köszönet van bennem nagyfokba a választópolgárok irányába, hiszen ha ők nincsenek, akkor nincs ez a mandátum. Óriási részvétel, óriási győzelem, azt gondolom, hogy csak és kizárólag az embereknek tartozom köszönettel, azoknak, akik vették a fáradtságot vasárnap, elmentek, mertek véleményt nyilvánítani, hiszen a választás az a demokrácia ünnepe. Számomra ez egy gyönyörű ünnep győztesként, azt gondolom. Kovács Sándor másodszor nyert mandátumot választókerületében. A képviselő azt szeretné, ha az elmúlt 4 évben sikeresnek bizonyult programok folytatódnának, de további új fejlesztésekkel is szeretné előmozdítani a térség erősödését. Remélem, hogy azt a fajta 4 éves munkát, amit elkezdtem a polgármesterekkel, az itt élő emberekkel, a Szabos 05 társulással, azt tudom folytatni, tudunk gazdaságfejlődést csinálni, hiszen elkezdődött már a munka még a választások előtt, amikor ez a társulás együttműködve a Műegyetemmel egyfajta új modellt szeretne készíteni, egy új foglalkoztási modellt, hogy lehet ezt a nagyon régóta, több mint 150 éve hátrány sejtő szatmári régiót felemelni. Hogyan tudjuk mi a saját problémánkra megkeresni a választ, ne várjuk meg, amíg a sült galamb ide repül. Természetes fejlesztésekbe, autópályákra, útépítésekre, egyéb infrastruktúrális fejlesztések is nagyon fontosak, de én most az energiám nagy részét ennek a különleges foglalkoztatási modellnek szeretném szentelni. Kovács Sándor azt is elmondta, ennek megvalósítására szeretné elérni, hogy a kormány egy külön határozattal finanszírozza a foglalkoztatási modellt. Hozzátette, a 30-as években a szociálisan elmaradott szatmári régió felzárkóztatására már létezett egy szatmári modell. Célja, hogy most is egy hasonló, országosan is egyedülálló és példaadó modell jöhessen létre a szatmári régió fejlődése érdekében. Egyre elterjedtebb a biogazdálkodás. Ennek egyik oka, hogy az igény is megnőtt rá az elmúlt években. Ebben a gazdálkodási rendszerben nem használnak vegyszereket, műtrágyát vagy hozamfokozót, a hangsúlyt a megelőzésre fektetik. Hivatalosan csak azok a gazdák biotermesztők, akiknek minősítő bizonyítványuk is van erről. Az okmány kiadását azonban komoly feltételekhez kötik. A biogazdálkodás előnye a vitaminokban gazdag, kevés káros anyagot tartalmazó termék. Egy olyan gazdálkodási rendszer, amely tiltja vagy korlátozza bizonyos növényvédőszerek, műtrágyák, talajjavítószerek, valamint a mesterséges állatgyógyászati készítmények, illetve hozamfokozók használatát. A Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesületének célja, hogy a lakossági felhasználásban is egyre népszerűbbek legyenek az ilyen körülmények között előállított termékek fogyasztása.
Életminőségünket meghatározza egészségi állapotunk. Ennek egyik legfontosabb része az egészséges táplálkozás, amelynek alapja a jó minőségű termékek, közölte az egyesület elnöke. Hivatalosan csak azok a gazdák ökotermesztők, akiknek minősítő bizonyítványuk is van erről. Ennek azonban komoly feltételei vannak. Ha onnan kezdjük a nulláról, hogy korábban ez azzal a technológiával, iparszerű technológiával művelt föld volt, akkor legalább 1-2-3 évet várnia kell, hogy a műtrágyák elimináljuljanak a talajba. Azért mondtam ezt a 1-2-3 évet, mert attól függ, hogy zöldségről van szó, gyümölcsről van szó, vagy szántóföldi kultúráról van szó, és abba bio minősített vetőmagot kell vetni, nem szabad csávázni. Tehát ez az elemi dolog az, hogy semmiféle olyan hatás ne érvényesüljön, ami a növényben, illetve majd a produktumnak, a gyümölcsnek a minőségét esetleg kockáztatná. Ratkos József hozzátette, Indiában például már csak is a bio irányzatot követik a gazdák. Az ökotermesztőknél a hangsúly a megelőzésen van, ezért például nem ültetnek egy területre vagy egymás utáni területre olyan növényeket, amelyeket azonos károkozók pusztítanak. A biogazdálkodás így egy hosszabb, bonyolultabb folyamat a termelők számára. Nyilvánvalóan, hogy ez időigényesebb, munkaigényesebb. Nem használhatjuk a gyomírtószereket, nem használhatjuk a rovarítószereket, csak a természetes forrásból származó alapokat. És nyilván, hogy ez emeli a költségeket, és itt kell kicsi társadalmunknak szemléletben változni, hogy segíteni kell a termelőt, segíteni kell a fogyasztót, hogy a jelenlegi kereseti arányok, az ár-érték arányának, azok ne csúszanak el, és ne legyenek torzak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében korábban alacsonyabb számban voltak jelen a biogazdálkodók. Az elmúlt évek alatt többek között egy szemléletváltozásnak is köszönhetően az Ökotermesztők Egyesülete abban bízik, hogy a vidéki gyümölcs termesztés egyre népszerűbb lesz a biogazdák körében. Ratkos József azt is hozzátette, remélik a jövőben az agrártámogatásokból is egyre nagyobb mértékben részesülhetnek majd ökotermesztők is. Nyíregyháza belvárosa adott otthont a megyei rendvédelmi napnak. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tájékoztatókkal és látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. Pajzsa és szolgálati kutyával hajtottak végre feladatot a megye komandósai a rendvédelmi napon a Kossuth téren. Nagy figyelemmel nézte a közönség a bemutatót. Ehhez hasonlót leginkább csak a filmekben látni, pedig a rendvédelmezőinek ez is a mindennapi feladataik közé tartozik. Farkas József rendőrdandátábornok kiemelte. Ez a nap ünnep minden rendvédelmi területen dolgozónak. Hozzátette, megtisztelő, hogy a szomszédos országok szakemberei is részt vesznek az eseményen. Ne felejtsük el, hogy itt az országnak ebben az északkeleti szegletében három határ mellett vagyunk, és őriznünk el a határt, a határbiztonságot, és nem csak a határon, hanem mélységében is. Én azt gondolom, az elmúlt héten a megyei közgyűlésnek tett beszámolom alkalmával, jelentést tettem róla, tájékoztattam a megyei képviselőtestületet, hogy milyen erőfeszítéseket tettünk, és nyugodtan mondhatom, hogy a határon, a határ közelében a megfelelő határbiztonság garantált. Megyénket nagyon minimális mértékben érinti az illegális migráció, de ott vagyunk a résen, éberen kell lenni, és nem utolsóban az ország védelméből is kiveszünk a részünket, hiszen jelen pillanatban is mintegy 88 munkatársam van lent a déli határszakaszon. És hát a határrendészet kapcsán nem csak a határőrséggel, de a szomszédos túloldali rendőri szervekkel is kapcsolatba kell lenni, mert a bűnözés nem ismer határokat, akár Ukrajnából, akár Romániából, de még a szlovák területről is átjárnak bűnözők. Látványos bemutatók, kiállított technikai eszközök és színes programok nyújtanak betekintést a rendvédelmi és fegyveres szervek munkájába kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nem csak a rendőrség szakemberei, de a Honvédség, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Büntetés Végrehajtás és a Katasztrófavédelem munkatársai is képviseltették magukat a rendezvényen. Leskovics Zoltán tűzoltó alezredes szerint ez a nap egyfajta toborzást is jelenthet a rendvédelmi szerveknek, hiszen rengeteg fiatal kíváncsi a munkájukra, és a közelebbről is megismerhetik a szakmát, talán többen választják a rendvédelmi hivatást. Szent György és Szent Forrél nap között rendezzük meg itt a Nyíregyházi központi téren, a Kossuth téren ezt a rendvédelmi napot. Célunk ezzel az, hogy
bemutassuk a rendvédelmi szervek munkáját. Egyfajta toborzás is jelenthet, hiszen rengeteg fiatal megjelenik ilyenkor a téren. Közelebbről megismerhetik azokat az eszközöket, felszereléseket, járműveket, amelyek a rendvédelmi szervek tulajdonában vannak, így a katasztrófavédelem gépjármű fecskendőit, különleges szereit is. A Kossuth térre kilátogatók konténertűzoltással, kommandós akcióval, de akár sorozatlövés bemutatóval is találkozhattak. Idén február 1-től a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete család- és karrierpontok létrehozásával segíti a gyermeküket nevelő édesanyák munkaerőpiacra való visszaállását. A 36 hónapos programnak köszönhetően a családok tanácsadásokon, készségfejlesztéseken vehetnek részt, a képzések időtartama alatt pedig a Vöröskereszt gyermekfelügyeletet is biztosít. Évtizedekkel ezelőtt született szakirodalmak is alaposan ellemzik a nők, különösen a gyermekes nők munkaerőpiaci diszkriminációját. Állandó kérdésként jelenik meg a témában, hogy milyen a gyermekes anyák munkaerőpiaci helyzete, valamint hogy található összefüggés a gyermekek száma és a karrierépítés lehetősége között. Ma már több program is segíti a családokat, illetve a gyermeküket nevelő édesanyák visszatérését a munkába. Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, ennek segítségére külön szolgáltatás indult a Vöröskereszt megyei szervezeténél, egy 36 hónapos program keretein belül ugyanis karrierpontok alakulnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A célunk az kettős, az egyik része a családokat célozza, ebben nem csak a nőket, hanem tulajdonképpen a családapákat, a nagyszülőket is megszólítjuk. Az volna a cél, hogy a nők a munkaerőpiacra való visszaállása minél gördülékenyebb legyen. Ennek érdekében a célcsoport számára egyéni tanácsadásokat, csoportos tanácsadásokat, konzultációkat biztosítunk arra az időre, amikor az anyukák kapcsolódnak ehhez a programhoz, akkor gyermekfelügyeletet biztosítunk, egy nagyon szép játszósarkot alakítunk ki a szolgáltató irodánkba, hogy ez se legyen akadálya annak, hogy akkor, amikor ők már azon gondolkodnak, hogy szeretnének például gyesről, gyedről visszatérni a munkavilágába, ez a családban, illetve nekik is minél gördülékenyebb legyen. A Vöröskereszt munkatársai a munkavállalók készségeinek fejlesztésében is segítséget nyújtanak, hiszen a munkatudás, illetve a munkához való szociális készséget megkophatnak abban az időben, melyet a gyes vagy a gyed alatt otthon tölt a szülő. Magam is azt tapasztalom, hogy amikor olyan munkavállaló jön hozzánk, aki hosszabb ideje kiesett a munkaerőpiacról, hiába van meg a képzettsége, hiába volt meg korábban a nagyon jó munkatapasztalata, a munkakészség, mégis egy picit bizonytalan, hogy hogyan fogja ezen túl a családi életet szervezni, hogyan fog helytállni majd mind a családban, mind pedig a munkahelyen. A másik cél az, hogy a munkáltatókat is fölkészítsük arra, hogy azokat a nőket, anyákat, családokat, inkább családokat, akik kisgyerekkel rendelkeznek, vagy kisgyereket nevelnek, hogyan tudják visszafogadni a munkaerőpiacra, milyen nehézséggel kell szembenézniük, illetve vannak-e olyan foglalkoztatási formák, amelyek a cég profiljába jól beilleszthetők, akár otthonról is végezhetők. A szervezet célja tehát, hogy az atipikus foglalkoztatási formákat megismertessék Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és ha lehetőség van rá, el is terjesszék őket. A Jobbik szerint csalás történt az április 8-ai országgyűlési választáson, ezt Adorján Béla jelentette ki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Jobbik megyei elnöke elmondta, papírjuk is van arról, hogy a Fidesz választási csalást követett el. Arról van szó, hogy a beadványaimat, illetve a Jobbik Magyarországért Mozgalom beadványait a kúria befogadta, és megállapította, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4-es választókerületében egészen bizonyítható módon jogsértés történt a választások napján, mégpedig amely befolyásolta a választások végeredményét. Ugyanakkor, ahogy mondtam a sajtótájékoztatón, a kúria ahhoz nem volt elég bátor, hogy a Fidesz-szel szembe menve elrendelje a Nemzeti Választási Bizottság segítségével az új választás kiírását. Egyébként megjegyzem, hogy egy jogállamban ez lett volna az egyetlen lehetőség. Mindkét megyebeli MB2-es futballcsapat győzelemmel hangolt a hétvégi rangadóra. A Kisvárda szerdán Csákváron nyert 3-0-ra, a Nyíregyháza Spartacus pedig hazai pályán a Kazinc Barcikánál bizonyult jobbnak 2-0-ra. A Kisvárda Spari mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Várkerti pályán.
A 25. fordulóból elmaradt meccsek hétközi pótlásakor mindkét együttes 3 ponttal gazdagodott, és sikerélményt követően várhatják a rangadót a játékosok. A vasárnapi házigazda 64 ponttal a második helyen áll a tabellán, 12 ponttal megelőzve a 4. Nyíregyháza Spartakuszt. A két csapat ősszel gól nélküli döntetlent játszott a Városi Stadionban. Ezúttal a pontkülönbség elvileg a Kisvárda mellett szól, de egy ilyen mérkőzésen nem nagyon számít a papírforma. Ez egy megyei rangadónak van kikiáltva, és játszottam is már rajta, és tényleg az is. Úgyhogy én is így vagyok, olyan, mint a Fradi Újpest, vagy Újpest Fradi, hogy igazából nem a pontszám számít, hanem az, hogy ezen a meccsen ki milyen formát fog ki. A védekezésből fogunk szerintem kiindulni, nyilván gólt nem szabad kaptunk, most a meccsek is mutatják azért nagy számba rúgunk gólt, úgyhogy szerintem ez lesz az elsődleges a védekezés, aztán abból megpróbálni gólt, illetve gólokat szerezni. Az önbizalommal meg szerintem nincsen probléma, senkinél úgy érzem, úgyhogy remélem, hogy egy jó mérkőzés lesz, és jó hangulatú is. A nyíregyháziak védője Fodor Ferenc az előző szezonban még Kisvárdán játszott, így jól ismeri a vasárnapi ellenfelet. Kiélezett mérkőzésre számítok, ugye ez egy rangadónak számít, egy megyei derbinek. Mindkét fél számára fontos a győzelem, mi nekünk azért, mert fel tudunk így zárkózni. A Kisvárdának úgy gondolom azért, mert minél hamarabb szeretnék szerintem lezárni ezt a bajnokságot és feljutni. Úgyhogy egy kemény párharcokkal teli jó mérkőzésre számítok. 3 pontért megyünk, nyilván tiszteljük az ellenfelünket, hiszen egy jó erőkből álló csapattal fogunk találkozni, nem hiába tartanak ott, ahol és megérdemelten állnak a második helyen. De azt gondolom, hogy ne semmi veszíteni valunk nincsen, egy jó mérkőzést kell, hogy játszunk, és szerintem azon a napon fog eldönni, hogy ki lesz a 3 pont. A Kisvárda Nyíregyháza Spartakusz mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 25-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Siófok Budaörs, Csákvár Budafok, Ceglét Szolnok, Békés Csaba Vác, Sopron Grosics Akadémia, Mosonmagyaróvár Kazinc Barcika, Győr Soroksár, Zalaegerszeg Dorog és MTK Budapest Gyirmót. Aranyérmes lett a 2017-18-as tanév Diákolimpia mezei futás országos döntőjén Szabó Hunor. A Kodály Zoltán általános iskola tanulója szeptembertől készült a versenyre. A Diákolimpiát az országos tanulmány és tehetséggondozó versenyek között tartják számon. A programsorozat elmúlt 30 éve alatt évente 2500 iskola, közel 300 ezer tanulója és 10 ezer testnevelő tanára vett részt 18 sportág versenyszámaiban, és 80 ezer érem talált gazdára. A Magyar Diák Sportszövetség idén 31. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi általános és középiskolájában az eseménysorozatot. A döntők nagy része már lezajlott, amelyeken megyénk diákjai szép eredményeket értek el. A diákolimpiai versenyeken mindig nagyon komoly eredményeket sikerül elérnünk, erre nagyon büszkék vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk azokra a sportolókra, akik viszik a hírnevét a megyének, viszik a hírnevét azoknak a megyei településeknek, ahonnan származnak, vagy ahol éppen tanulnak. Most ugye legutóbb a torna diákolimpiai döntő volt, Budapesten országos döntő, ott egy ezüstérmet sikerült csapatba szerezni az 5-ös József gyakorló általános iskola csapatának. Hát nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon komoly eredmény ez, hiszen olyan egyesületeket sikerült legyőzni, akik nagyon komoly múlttal rendelkeznek már, és hát a híradásokban nap mint nap találkozhatok velük. Aranyérem is került a megyébe. A mezei futás selejtezőit közel 40 ezeren kezdték, de a döntőben már csak 240 diák állhatott rajthoz. Idén ennek döntőjét április 17-én Gödöllőn rendezték meg, ahonnan Szabó Hunor hozta el az első helyezetnek járó babérkoszorút. A Kodály Zoltán általános iskola tanulója komolyan vette a versenyre való felkészülést. Heti 3 úszóedzésem és 2 atlétika edzésem volt előtte. Ezt már szeptembertől kezdve csináljuk, és a végén egyre keményebb edzéseink voltak. A verseny kimenetele elég nehéz, mivel rengetegen indulnak rajta, és sok jó versenyző van. Viszonylag hosszú is a táv, amiben rendesen el lehet fáradni, és tényleg mindenki nagyon gyorsan tud futni. Szóval egy nagyon nehéz verseny volt, és örülök, hogy meg tudtam nyerni. A Kodály Zoltán általános iskola több, mint 10 éve résztvevője a mezei futás országos döntőjének, idén 5 csapattal indultak. A korábbi években több dobogós helyet is megszereztek, sőt, csapatban bajnoki címet is elhoztak már, egyéniben azonban még nem. Ezért is volt nagy öröm a felkészítők számára Hunor győzelme.
Hunor 8 percen belüli eredménnyel, ez magában is nagyon jó eredmény, végig tudta, hogy kik az ellenfelei, kikre kell nagyon figyelnie. Ezt a taktikát is beszéltük meg, hogy ha ezzel tud menni, ezekkel a versenyzők, ez olyan körülbelül 6-7 gyereket jelent, akik tudjuk, hogy az országos toppon ott vannak a legjobbak között, hosszú évek óta. Ha ezekkel tudja tartani a versenyt, akkor elképzelhető, hogy a végén lesz annyi tartaléka, hogy ő szakítja át a bajnoki szalagot, és hát ez így is sikerült. Megyénk még 2 aranyérmet hozott el a mezei futás országos döntőjén. Az 5. és a 6. korcsoport lánycsapat versenyeinek győztese a Tiszaújvárosi Eötvös József gimnázium lett. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Átadták Kovács Sándornak a megbízó levelét Máté Szalkán. A Fidesz-KDNP jelöltje a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös számú választókerületben a szavazók 58,5%-ának támogatásával szerzett képviselői mandátumot az április 8-ai országgyűlési választáson. Kovács Sándor az ünnepségen elmondta, a célja már korábban megkezdett munka folytatása, és tervei között szerepel egy egyedülálló, a foglalkoztatást elősegítő szatmári modell kialakítása. Egyre elterjedtebb a biogazdálkodás, ennek oka, hogy az igény is megnőtt rá az elmúlt években. Ebben a gazdálkodási rendszerben nem használnak vegyszereket, műtrágyát vagy hozamfokozót, a hangsúlyt a megelőzésre fektetik. Hivatalosan csak azok a gazdák biotermesztők, akiknek minősítő bizonyítványuk is van erről. Az okmány kiadását azonban komoly feltételekhez kötik. Nyíregyháza belvárosa adott otthont a megyei rendvédelmi napnak. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai tájékoztatókkal és látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 27-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én megköszönöm figyelmüket kollégáim nevében, és viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence fölé többnyire száraz, ismét egyre melegebb levegő érkezik, emiatt erősödik a nappali felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem lesz. A délkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén, illetve a jövő hét első napjaiban nyáriasan meleg időre van kilátás, sok napsütéssel, gomoly felhőkkel, délután helyenként záporral, zivatarral. A hét közepén egy felettünk hullámzó, osztadozó frontrendszer hatására felhősebb, hűvösebb idő várható, több helyen záporral, zivatarral. A jövő hét második felében ismét melegszik az idő.